Befejeződtek a restaurátori kutatások a Szent István székesegyházban, melynek célja az volt, hogy pontos képet kapjanak a szakemberek a templom belső állapotáról. A faszobrász és festő restaurátorok mellett épületdiagnosztikával foglalkozó szakemberek is vizsgálták a templom stukkóinak és műmárvány felületeinek állapotát. Magyarországon még jelen pillanatban ritka, hogy egy templom vagy egy műemlék kutatásához ilyen apparátussal kezdjenek neki. Nyugat-Európában már ez évtizedek óta bevett gyakorlat, ugyanis hogyha egy pontos kutatási eredmények birtokában vagyunk, akkor sokkal jobban tervezhető maga a helyreállítási munka. Öt restaurátori szakág munkatársai dolgoztak itt az utóbbi hónapokban, és fognak még dolgozni egyébként már nem itt a helyszínen, hanem az adatok kiértékelésével még néhány hónapon keresztül. Amiket most látni fogunk, itt már látunk, ezek az úgynevezett kutató nyílások, vagy kutató ablakok, amik a restaurátorok nyitottak az adott felületen. Ennek az a szerepe, hogy megvizsgálják, hogy milyen átfestési rétegek vannak az adott felületen. Ezek a történeti kutatások alapján bizonyos időpontokhoz köthetők. Készült egy teljes úgynevezett lézerszkennelés felmérés a templom összes pontjáról, összes belső pontjáról, aminek az eredményei azt az alapot képezik, amire a restaurátorok majd rá tudják rajzolni, be tudják jelölni azokat a kutatási eredményeket, amit egy úgynevezett kártérképen fognak feltüntetni, és ennek a kártérképnek az alapja ez a bizonyos 3D szkennelésnek az eredménye. Nem csak ebben gondolkodunk, hanem tervezünk egy számítógépes programnak a fejlesztését is, ami majd a helyreállítás során fogja segíteni a restaurátorokat, hogy az adott, tehát a templom adott pontjaihoz köthető információkhoz könnyen és gyorsan hozzáférhessenek.